Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. A miniszterelnök ismét konzultálni szeretne. Nemzeti konzultáción akarja megkérdezni az embereket arról, hogy szeretnének-e több pénzt, szeretnének-e jobb megélhetést. Hát akkor most szólok, miniszter úrunkul, igen, szeretnének. Szeretnének az emberek jobb életet, szeretnének több pénzt, szeretnék kifizetni a sárga csekkeket, és szeretnének egészségesen táplálkozni. Ehhez pedig szükség lenne a minimálbér emelésére. Miniszterelnök úrnak már most jelzem, nem kell súlyos milliárdokat elkölteni, súlyos százmilliókat elkölteni nemzeti konzultációra, nem kell álkonzultációkat csinálni, nagyon egyszerű, ki kell menni az emberek közé. Oda kell menni a csepeli piacra, oda kell menni a gyárkapukba, és beszélni kell az emberekkel. El fogják mondani, hogy mi a véleményük, el fogják mondani, hogy több pénzre van szükségük. Persze ezeken a helyeken nem fogunk fideszes képviselőkkel találkozni, mert nem szeretnek szembesülni a rögvalósággal. Nem szeretnek szembesülni azzal, hogy a 133 bátor ember rendszeresen a magyar emberek ellen szavaz, amikor a megélhetésükről van szó, amikor arról van szó, hogy azonnali segítségre lenne szükség. Így történt ez akkor is, amikor az MSZP benyújtotta az adómentes minimálbérről szóló törvényjavaslatát. Természetesen lesöpörték az asztalról, de bennünk megvan a politikai szándék, hogy véghez vigyük ezt a szándékunkat. Ha nem hamarabb, akkor a 2022-es kormányváltás után. Nem lehet letörni azoknak a kenyeréből, akik éhesek, pedig a Fidesztől ezt látjuk. Letörnek azok kenyeréből, akik éhesek, és megtömik a hasukat azoknak, akik már egyébként jól lakottak. Az MSZP javaslata azonnali segítséget nyújthatna közel 2,3 millió embernek. 321 ezer forintos bérig segítséget nyújthatna már ma. De azt gondolja a miniszterelnök, hogy erről konzultálni kell fideszes propagandalapokban és a nemzeti konzultáción keresztül. Ez csak időhúzás és kidobott pénz az ablakon. Mi, az MSZP-sek azt gondoljuk, hogy az emberekhez pénzt kell juttatni azért, hogy ki tudják fizetni a sárga csekket, hogy tudják az asztalra tenni azt az élelmet, amire szüksége van a családnak. Ezért fogalmazzuk meg ezeket a javaslatokat. Ezért van benne a kormányváltást, korszakváltást című előválasztási programunkban. Mi ezt tudjuk nyújtani az embereknek, ezt kínáljuk az embereknek. Egy lépcsőben és rövid időn belül meg kell emelni az alacsony magyar fizetéseket. Egyszerűen nonsense, hogy az Európai Unióban a sereghajtók között vagyunk a minimálbér tekintetében, és a visegrádi négyek között is sajnos utolsó sorban vagyunk. Mindenki megelőz már minket, pedig látjuk, hogy a költségvetésben lenne erre pénz. Arra van pénz, amire Orbán Viktor akarja, hogy pénz legyen. Nem betonra kell költeni, még több betonra, hanem az emberekre, az emberi erőforrásra, hogyha így tetszik, a magyar családokra. Tehát a Magyar Szocialista Párt újra be fogja nyújtani az adómentes minimálbérre vonatkozó törvényjavaslatot. Annyit kell tenni a 133 bátor embernek, hogy megszavazzák, és akkor már most éves szinten 300 ezer forinttal nőhet a minimálbért keresők éves keresete. Ez a javaslat az emberekről szól, ez a javaslat a segítségről szól. Támogassák a fideszes képviselők szavazatukkal az MSZP javaslatát. Köszönöm, hogy meghallgattak.